Szervusztok! Ebben a videóban szeretnék beszélni többet a cserbenhagyás traumájáról, és ez most egy olyan trauma, ami nagyon-nagyon gyakran megjelenik az ember életében. Nagyon sokféleképpen jelenhet meg ez a cserbenhagyás traumája, és ez egy eléggé utálatos trauma. A cserbenhagyás sokszor együtt jár a szívtörés traumájával, és a cserbenhagyás mögött van egy olyan érzés is, mint mikor minket valamilyen szinten úgy elárultak. Elmondom a saját történetünket is, mert nagyon érdekes, hogy alakult ki az mi költözésünk, meg itt az arizonai tartózkodásunk. És most látom, hogy nagyon sok kapcsolatban jön ki ez az érzés, hogy nagyon sok munkahelyi kapcsolatban jön ki ez az érzés, hogy nem érezzük magunkat jól, nem bízunk a másikban, ugye negyedik ős is ez a bizalom hiány, az ősbizalom, és hogy hogyan lehet igazán ezt megvizsgálni és meggyógyítani, mert amíg a történetben a mi érzéseink szerint logikázunk, addig nincs abba gyógyulás. Tehát van egy felszíni logika, ugye, amit úgy hívunk az élet, amit mi látunk, és van alul a tenger mélye. Ott meg van az a logika, hogyha azt megismerjük, akkor lesz igazán áttörés abból. Mi itt lakunk most Arizonában, az a neve a városnak, hogy Cave Creek, az barlang patak, vagy barlangi patakot jelent, és 4,5 éve talán, picivel több mint 4 év költöztünk ide Arizonába, de azt tudni kell, hogy San Diego-ba éltünk előtte, és a mehetnékünk volt. Valószínűleg nagyon sokan érzitek azt, hogy olyan helyen vagytok, ahol talán nem érzitek magatokat otthon, vagy olyan helyre szeretnétek menni, ahol van valamiféle hívás, mint valamilyen mágneses vonzóerő, és nekünk is így volt. Vagy velünk is ez történt, hogy én nagyon szeretem az erdőt, a tavakat, a patakokat, és igazándiból én 2 helyre szerettem volna menni. Az egyik az Idaho, fent a kanadai határ mellett, a másik pedig Asheville, Észak-Karolinában van a hegyekbe fent egy kis város, úgy hívják, hogy Asheville, és mind a 2 helyen ugye megvan a gyönyörű az erdő, a patakok, jó levegő, stb. És nekem ez a 2 úgy valahogy rá voltam állva, ez nagyon-nagyon tetszett, és akkor kedvesem Uli mondja, hogy neki ezek az ötletek nem tetszenek. Na, és akkor ilyenkor jön ugye a bizonyos szintű konfliktusok. És most itt lakunk Arizonában, van egy úgynevezett rezervátum, én indián rezervátum, amit úgy jönnek, hogy Spur Cross. A Spur Cross az sarkantyú keresztet jelent. Gyönyörű szép, egy igazi kis oázis itt Phoenix-től északra. És itt laktak a Hohokam indiánok, a Hopi indiánok és az apacsok is, akik egy nomád törzs voltak. Kint ők inkább keletre, az mondtuk, arra van kelet. És valamilyen oknál fogva én Arizonába mindig vissza lettem hívva. Tehát én már 97 óta, 1997 óta nagyon sokat éltem Arizonában. És akkor először jött egy olyan, hogy hát, mert ugye a maga a sivatag, az a férfi energiát jelképezi, hogy akkor nekem azzal kell valahol szembesülni, gyógyulni a sebeimet, meg stb. Nekem is volt ugye egy gazdag apu, meg volt egy szegény apukám, mind a Robert Kiyosaki-nak is, hogy Rich Dad, Poor Dad, nekem is meg volt mind a 2. És nem tudtam igazán kisilabizálni ezt a sok rétegű, úgymond iderendelést, vagy ezt, hogy miért vagyok én itt, miért jövök állandóan ide-vissza. Persze mindig volt egy jó állásom, tehát jól kerestem, stb., de valamilyen oknál fogva nem tudtam egy bizonyos időszakon túl megszabadulni a helyet, és mindig visszajöttek. És San Diego-ból elmentünk 2019-ben, Németországba töltöttünk 3 hónapot, ott dolgoztunk, tanítottam terapeutákat, és nagyon sok rákos betegnek segítettem gyógyulni, prostatarák, mellrák, ilyesmi. És ugye a rákot a legkönnyebb gyógyítani, hogyha az ember hajlandó a belső elmei programjait elengedni, a rossz programokat. Utána meg el kellett döntenünk Kulival, hogy hova megyünk, mi a következő lépés, és mondta, hogy Arizona jön le neki, így Arizona. Ő egy tengerparti lány, tehát ő halak, és
mondja nekem, hogy neki Arizona, hogy ahol most mennünk kell. És én dörzsöm a szememet, hát attól jobban hallom, és mondja, hogy begolyóztál, apacskis húgom, szőkenő szarvas, Arizona. Miről beszél? És mondja, igen, igen, ez fentről jött. Hát mondom, honnan máshonnan, ugye? És egy szó, mint száz, tehát ugye itt 45 és 50 fok között van nyáron a hőmérséklet, a vér 43 fokon már felforr, de hát tudod, kicsire nem adunk, a nagy meg nem számít alapon, ide költöztünk. És eszméletlen megpróbáltatásokban volt részünk, tehát az volt a ninja képzés, ez az igazi Jedi ninja képzés. Most, hogy itt vagyunk, fent ezen a Spur Cross, ezen a sarkantyú keresztes helyen, rájöttünk arra, hogy mi itt voltunk. Mi itt éltünk, sőt, nagyon sokszor. És most, hogy az univerzum, meg a multiverzum, meg az omniverzum most áll vissza igazándiból az eredeti pozíciójába. Vannak 5000 éves ciklusok, vannak 26 ezer éves ciklusok, vannak millió éves ciklusok, milliárd éves ciklusok, és most mindegyik áll be valahol az eredeti felállásába. Olyan, mint ha a nagy meg a kismutató mögött az a trilliárdnyi sok kis fogaskerék is belekerült abba az eredeti, vagy belekerül abba az eredeti pozícióba, ahol az annó volt. És ez azért nagyon fontos, mert az energiák, ami ebből jönnek, nagyon-nagyon befolyásolnak minket, és minden olyan hozzárendeltetési hely, mint ami, ahol velünk is van, meg ahogy gondolom, ti is látjátok, hogy be kell fejeznünk bizonyos dolgokat. Meg kell oldanunk elvarratlan traumákat. És velünk is ugyanezt történt. Egyik nap, Uli és én megyünk sétálni, vagy minden nap ugye hájkolunk fent a hegyekben, tehát így kirándulunk, hátizsák meg fel a hegyre, stb. És egyszer csak mind a kettőnknek, de nagyon agresszívan elkezdett fájni a hátunk a szárnyunk alatt. Már valahol itt ez a hátsó részen, a szárnyunk alatt. És de tényleg olyan, mintha valaki kést szúrt volna belénk. Egymásra nézünk, abban a pillanatban tudtuk, egy-két másodpercen belül, hogy aha, trauma, hátba szúrtak, vagy hátba lőttek, tehát hátulról megsebeztek minket, és az minek a traumája? Hát a cserben hagyás, azaz az átverés és az árulás traumája. Na most, az is történt, hogy akkor rögtön ugye nekünk följött ez a Spur Cross, ez a sarkantyú keresztes, ami, hogy itt, mikor mi indiánok voltunk annó, megjelent a fehér ember, és ugye mi már láttuk, hogy jönnek, mi elkezdtünk futni, és vagy lenyilasztak, vagy lelőttek, igazán sok jelentősége, vagy nincsen, azt hiszem, hogy lelőttek minket, tehát fegyverrel. És ha csak ezt a részét vizsgáljuk a történetnek, hogy a fehér ember lelőtt, és jaj, ez meg ez történt, akkor abban nincs igazán gyógyulás. Erre mondom mindig, hogy van az érmének egy másik oldala, ezért a nagy technikát, amit eddig tanítottam, vagy privát kliensek meg ott van a kurzusban is, hogy innen mi hiányzik. És minél jobban ismerjük a hiány pszichológiát, azaz a tudatalan elmének a pszichológiát, annál gyorsabban meg tudunk gyógyulni nagyon mély ősi sebekből. Tehát használtuk mi is ezt a nagy technikát, és rájöttünk arra, a történeten felül, emlékeztek, van, amire emlékszünk, az a sztori, az a történet, és az alatt volt egy olyan történet, amiben az igazság rejlik, az, hogy mi tudtuk, hogy jönnek, mi tudtuk, hogy ez lesz, és mégis az egónk az nem azt mondta, hogy teremtő, segíts. Nem bekapcsolódva maradtunk a forrással, hanem az ego átvette a vezetési szerepet, mert mondják azt, hogy játsszuk az Istent, mikor megtagadjuk az intuíciót, és tudtuk azt, hogy jönnek, viszont mi azt mondtuk, hogy gyere, nem ismered ezt a mozgást, hogy gyere. És ez az ego. Ez már a teremtő nélküli, forrás nélküli üzemmód, és ezért lőttek le, mert hogyha maradunk kapcsolatban a teremtővel, nem lett volna semmi bántódásunk. És ez a lényeg. Minden cserbenhagyásos, meg minden árulásos történetben, meg traumában ott van ez a legalsó réteg, hogy mi elhagytuk az intuitív üzeneteket, félretettük, nélküle próbáltunk menni, ez az egónak egy ilyen nagyon finom trükkje, akkor bajba kerültünk, és akkor az ego behisztizik, és mondja, hogy látod,
Ez történik veled. És amikor megoldottuk ugye nem csak ezt a síkú rétegét a történetnek, hanem ezt a síkú történet, vagy rétegét is, meg ezt is, egy-két nap után olyan béke jött ránk, és mondták fentről, hogy na látod, ezt akartuk, hogy most itt vagy, visszajöttél, visszahoztunk benneteket ebbe a körforgóba, és most végre elengedted azt a megoldatlan eredeti traumát, amivel te itt kezdted anno a történetet. És azért mondom, hogy közületek, akik olyan szituációban vannak, hogy érzed, hogy nem ide való vagyok, akkor azt tapsold meg, mert azért vagy ott, mert ott megoldani valód van, nek te azt is jelenti, hogy te emelkedsz, hogy neked feladatod van, tehát tényleg nézz körül, és nézd meg nem a történetet, emlékszem, mindig mondom, nem a sztori érdekel, hanem hogy alatta mi rezzeg, az a megoldani való. A történet változik, automatikusan jobbá válik, mikor megoldjuk ezeket a rétegeket, és ahol mi vagyunk ott, azért vagyunk, mert vagy befejezetlen történet van, vagy itt lesz majd a következő lépés és a következő feladatra, vagy ide iratkoztunk fel. Jó? Nagyon sok cserbenhagyás és árulás érzés jön most le, ez a bolygók állásában is benne van, meg abból, hogy az elménkbe kitakarítva vannak ezek a traumák. Mindig nézd meg azt, hogy mi a te perspektívád, tehát te hogy emlékszel rá, ez az a sztori, és akkor alatta, hogy te hogyan hagytad figyelmen kívül az intuíciódat, a teremtődet, hogyan próbáltad ezt csinálni, mert ez az ego, és akkor azt a részt, ha meggyógyítod a nagy technikával, meg az árny technikával, akkor tudod igazán elengedni ezeket a dolgokat, és akkor szabadulsz, akkor tudsz a következő lépcsőfokra menni. Oké, köszönöm szépen, és a következő videón találkozunk.